Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm Önöket a Magam és a Tárlakszalon tulajdonosa Sós Kadocsa nevében. Tisztelettel köszöntöm Esztergomváros polgármesterét, Tétényi asszony. És megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Esztergom testvérvárosainak, Gnyezno, Éhingen és Espoo testvérvárosok küldötteinek tagjait is. Elsőként Sós Kadocsa urat kérem föl köszöntője megtartására. Tisztelt polgármester asszony, kedves barátaim! Barátaimmal tértek mindenkit, akik itt vagytok, mert azt hiszem, mondtam is, ez egy baráti kör, baráti társaság, és aki ide belép, ez barátokká válik. Köszöntöm Alexandrát, kis művésznőt, ki elhozta gyönyörű alkotásait. Gyerekeket! Felállsz? Jobban látjuk. Jó? És persze köszöntöm a testvérvárosnak a küldötteit, mert hát ez egy hatalmas dolog számomra, meg számunkra, hogy egy ilyen ünnepben, mint hídünnep, ide jöttetek. Esztergomnak is, meg a testvérvárosok delegáció is, és részt vesztek ebben a csodálatos kiállításnak a megnyitóján. Köszöntöm a... Köszönöm szépen! Tisztelettel felkérem Tétényi Éva polgármester asszonyt, szíveskedjen a kiállítást megnyitni. Én is köszöntök mindenkit, és bár a kezembe adták, hogy azért kicsit beszéljek a kiállító művészek életrajzáról, de mielőtt ezt megtenném, azért két dologra felhívnám a figyelmet. Egyrészt, amit már a testvérvárosi küldötteknek is mondtam, minden, amit itt látunk, a polgárok, civilek, önkéntesek felajánlásából készül, ami azt mutatja, hogy van remény, mert ma és tegnap is jó esztergominak lenni, hiszen látjuk, hogy vannak sokan, akik a közösségért képesek és akarnak is tenni. Tehát külön köszönöm a galériának, hogy ezt létrehozták és befogadták ezt a kiállítást. A másik, amit el kell mondani, hogy semmifajta kapcsolat nem működik emberi kapcsolatok, vagy olyan régi és ápolt kapcsolatok nélkül, mint ami azt jelenti, hogy konkrétan Karikásné Jónyer Tünde és a kiállító művésznek a nagyszülei között egy nagyon régi vologdai kapcsolat fűzi őket össze. És ez a kapcsolat még abból adódik, hogy valamikor régen sokkal több gondot fordítottak arra, hogy egymást a népek megismerjék, esetleg levelező partnerekké váljanak, vagy elmenjenek egymás országába megismerni a kultúrájukat. Reméljük, hogy azok, akik most majd fellépnek, illetve aki kiállít itt, azoknak ez már természetes lesz, hogy hogyan fogják egymás kultúráját elismerni, megismerni és tisztelni. Milyen képeket láthatunk a falon? Szerger Raduk egy 1965-ben született a Belorusz köztársaságban, a Minszki képzőművészeti főiskolán tanult. 1986-ban végzett. Majd pedig több jelentős kiállítása volt, jelenleg Moszkvában él és dolgozik, 1999-ben költözött oda, és rendszeres résztvevője több regionális, országos és nemzetközi kiállításnak. Ha jól tudom, ez az első alkalom, hogy Magyarországon kiállít, bár több mint 50 egyéni kiállítása volt, nem csak Moszkvában, hanem Vietnámban, Bombayben, Új-Delhiben, Luxemburgban, és a brüsszeli galériában is. Ami miatt, hát sajnálom, hogy nem jött el, mert én személyesen találkoztam vele Moszkvában, és többek között, amiért nagyon érdekes az ő művészete, hogy nagyon sokat foglalkoznak a kicsikkel, és a tanítványuk az, akinek a rajzai, illetve a festményei most itt vannak.
Róla annyit kell tudni, hogy 2009. szeptember 5-én született Vologdában, Alexandra, és élete 4 évében aktívan alkotott. Na most ezen egy kicsit mosolygunk, de ami engem nagyon meghatott, amikor a moszkvai műteremben jártam, illetve abban az iskolában, hogy ott együtt dolgoznak a művészekkel, az amatőrök, a gyerekek, a legkisebb kortól kezdve. És a másik, ami nagyon megható dolog, és külön megköszönöm a nagyszülőknek, hogy elhozták ide Alexandrát, és gondot fordítanak arra, hogy művészileg is fejlődjön, hogy úgy láttam, hogy olyan mecénások támogatják ezeket a művészeket, akiknek egy biztos hátteret nyújt az, hogy ők a művészettel foglalkozhatnak, és valami olyat adnak nekünk, akik mással foglalkozunk, amit csak ők tudnak a világból áthozni, vagy az érzéseket nekünk közvetíteni. Én azt gondolom, hogy ez mindennél többet ér, és szebben beszél, majd a képek beszélnek maguk helyett, hogy arra figyeljünk, hogy a művészet nyelve egy és közös. És amikor én meglátogattam ezt az iskolát, amiben ők dolgoznak, nem csak, hogy egy moszkvai, hát mi is volt az, plázának a tetején működik ez az iskola, hanem azt lehetett látni, hogy bármilyen nyelven beszéljünk, a művészet nyelve egy és közös. És remélem, hogy ez a tárlat is az az első olyan nemzetközi kitekintés, amit majd több követ, legyen ez akár Moszkvából, akár más testvérvárosainkból, és külön köszönöm, hogy ennek ilyen módon itt helyt adnak, a kis művésznőnek pedig további sikereket kívánok. Köszönöm szépen polgármester asszonynak a megnyitót. Most pedig, kedves vendégeink, hallgassák meg és nézzék meg a mai kiállítás megnyitó programját, kulturális programját adó Bánomi óvoda óvodásainak a műsorát. Fogadják őket szeretettel. Köszöntöm. Magyar házban a vendéget szeretettel várják, pirosra sült friss cipóval, kaláccsal kínálják. Ha nincs cipó, ha nincs kalács, mit tehet az ember? Köszönti a vendégeket melegben. Megjöttünk el. Aki gazdag, és lehet gazdag a szegény, csak az a fontos, milyen kincs ül bent a szíved rejtekén. Ha megtanulsz mosolyogni, észreveszed, ami szép, rádöbbensz majd, amit te adsz, mások azt nyújtják feléd. Gyűjts magadnak igaz gyöngyöt, rakj el minden szép mesét. Ne hagyd, hogy a kedved roncsok, buta bándor, rossz beszéd. Ülj le néhány gondolattal, hallgass, hogyan hegedül, mert ha veled van a fejed, sose maradsz egyedül. Akálói szőlőben kétszer.
Почти всей семьей удалось приехать к вам с маленькой внучкой Сашей, с моей с женой Ириной. Мы счастливы, что мы сегодня вместе с вами встречаем День города и что здесь встретили такой прекрасный прием. Ева понимает по-русски, но, может быть, кто-то тоже понимает по-русски. Я хочу сказать вам всем очень большое спасибо Кёсана за прием, который вы нам здесь сделали. Azért röviden összefoglalom, aki nem értené, bár ugye volt egy olyan időszak, és mi még abba a korosztályba tartozunk, hogy kötelező volt az orosz nyelv tanulása, ímelám ez milyen jó is, ilyenkor, hogy szeretettel köszönt mindenkit, és nagyon boldog, hogy a kis unokájának itt lehet a kiállítása, és külön köszöntöttük a feleségét is, aki megjelent. Я возглавляю фонд, который занимается в Москве поддержкой молодых дарований, то есть молодых художников. И хотел бы вот от имени одного из самых младших художников этого объединения вручить небольшие подарки. Ну, прежде всего, Еве. Это художник Сергей Радюк, который здесь представлен. Ева, это вам. Да. Спасибо. Да. А это каталог «Солнечный квадрат», где вот молодые художники, в том числе Саша, самый маленький. Ну и вот эта Сашина картинка, она говорит, что это говорит, что это котенок. Не знаю, похож на котенка. Не котенок? Кто? Это волны. Волны, это волны уже. Волны. Так что я тоже вручаю, значит... Еве, вам. Это волны. Да. Волны. Спасибо. Ezt a kis ajándékot kaptuk, ugye ez Szásenkának a festménye, és bemutatták egyrészt a Radok művész úrnak a könyvét, valamint azt a Szolnyesit Kvadrát nevű műhelyt, ahol tanul többek között Szása is, és akikről meséltem még azok az amatőr művészek. Volna. Ну, а я хотел бы вручить вот эту картину, это такой цветок, Тюнде, она где-то здесь, человек, который, в принципе, устроил этот проект. Это павлин. Павлин. Это павлин, она говорит. Тюнда, подходи сюда. Павлин. Павлин, это тебе. Да. Ну и еще один подарок, это человеку, который любезно предоставил нам это помещение, Кадача, он здесь, он уже выступал, минуту, сказали, что он подойдет. A Kadocsa Sós urat keressük. Jó? Moment. А сейчас необходимо, чтобы Ева все-таки перевела, потому что мы привезли сюда проект. Вот есть известный художник очень Радюк, он известный. Его книги, его, вернее, картины находятся в Третьяковской галерее. А Саша очень начинающий художник, хотя у нее уже не первая персональная выставка. Одна была недавно в Мурманске.
Hát nem csak nem az első kiállítása ez Százsának, Murmanszban volt már egy ilyen kiállítása, mert ahogy látom, azért megjött most már a hivatalos fordítónk is, esetleg, ha kifáradna ide, és hát reméljük, hogy nagy jövő előtt áll, bárha most ez nem is a Tretyakov galéria. И был такой проект, к ее картинам одна известная поэтесса, а сама она родом из города Кириллово, с которым вы, насколько я понимаю, собираетесь дружить, написала стихи к ее картинам. И вот эта выставка была с успехом, и здесь эти стихи тоже есть на ее картинах, но они, к сожалению, не переведены на венгерский язык, но кто знает, может быть, вам удастся тоже прочесть. Hát sajnos nincs még magyarul kiírva, de van egy ilyen lista, ami meg lehet nézni, hogy hát egyáltalán milyen képek vannak. És ami még érdekesebb, hogyha itt valaki véletlenül vásárolni szeretne, akkor a befolyó összegnek a felét Esztergom város javára ajánlotta fel a művész. Хотя, насколько я понимаю, городу Кириллову не удалось прислать свою делегацию, но они вот таким опосредованным видом все-таки здесь присутствуют в виде девушки, которая родом из города Кириллова, которая написала эти прекрасные стихи к Сашиным картинам. És hát ugye a Szásának vannak egy ilyen kis prospektusa, egy Kirillovban született művésznővel együtt. Да, и с вашего разрешения Саша прочитает сейчас одно стихотворение к одной из своей картины. Ну, она, наверное, волнуется, но попробуем. Саша, будешь читать, да? Сирали первому дождю. Это листьев новых? Срывает сердце, наконец. Зимы. И вожные оковы. И хочется лететь. Бежать? Звонко. Петь? И обниматься. И обниматься. Их можем любить. Люди. Души. А души? Идя на встречу. Идя на навстречу, улыбаться. Деда, я хочу еще песню спеть. Да и песню, да и песню. Igen. Szóval a rajzai és ezek a művésznőnek az oroszul írt versei közül mondott el egyet Szásenka, és ebben a kis füzetben, bár oroszul, de a képek által ihletett, vagy a versek által ihletett hát képeket, illetve szövegrészleteket lehet megnézni és összevetni. És még elmesélek egy aranyos kis történetet, amikor legelőször találkoztunk Moszkvában, és ültünk egy nagy dugóban a Lomonoszov Egyetem előtt, és már mindenki nagyon-nagyon fáradt volt, akkor a Csip-csip csóka nevű magyar dalt tanítottam Szásenkának, tehát külön örülök, hogy ezt adták most neki elő. Köszönjük szépen a Szásenkának és a nagypapájának az elmúlt perceket, és most kérem, hallgassák meg Marina Cvetajeva az Én Moszkvámban kupolák ragyognak című versét Karikás Fanni előadásában. Fordította Rab Zsuzsa. A vers alatt a vetítővásznon moszkvai képeket láthatnak. Kérem, fogadják szeretettel. Marina Cvetajeva, versek blokkhoz, részlet. Az én Moszkvámban kupolák ragyognak, az én Moszkvámban harangok bongnak, az én Moszkvámban sírok sorakoznak, bennük sok cár és cárnő álmodik. S te nem tudod, hogy hajnalban a Kremlben tisztább a lég, mint földön és a mennyben. S te nem tudod, hogy hajnalban a Kremlben én imádkozom hozzád hajnalig. És hídra lépve Névád átszeled, amikor én Moszkva folyón felett alázattal lehajtom fejemet, s a lámpák fénye összeolvad itt. Álmatlanságommal szeretlek téged, álmatlanságommal figyellek, nézlek, mikor a kremli 100 harang felébred, s bongás a bongással megütközik. Csupán folyóvizem folyóvizeddel, csupán az én kezem a te kezeddel nem érhet össze boldogságom,
míg nem ér el a hajnalom, hajnalodig. Köszönjük szépen Fanninak ezt a szép verset. Megnyitó ünnepségünk vége felé. Megköszönöm önöknek a részvételt. Köszönöm szépen, érezzék jól magukat nálunk.